A Szabolcs szatmár Bereg megyei közgyűlés hivatalosan is támogatja a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. Ezzel kapcsolatban egy határozatot is elfogadtak a tagok. Stúdiónk vendége a témával kapcsolatban, Kis András képviselő úr, a megyei közgyűlés tagja. Köszöntöm a stúdióban. Mi a helyzet most 2018. február végén, hiszen egy egészen április 4-ig tartó folyamat részeként beszélünk a mai napon? A szabolcs megyei közgyűlés tegnapi napon fogadta el nagy többséggel azt a határozatot, amely a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezésről, angol nyelvén Minority Safe Backről szól. Ez egy olyan kezdeményezés, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament foglalkozzon az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival, itt Európában nagyon sok kisebbség él, a katalánoktól, a kárpát magyarokig. És az Európai Unió, amennyiben ezzel foglalkozna az ő és erre az ügyre időt szánna, azt gondolom, hogy nagyon sokat tudna javítani az ő helyzetükön, az ő jogi helyzetükön, hiszen olyan normákról, olyan irányelvekről beszélünk, amelyeket azt követően európai szinten minden tagállamnak, Köteles megvizsgálni és a saját jogrendjébe beépíteni. Azért közdünk, hogy Európa azt arra rakja ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy ez nekünk, magyaroknak nagyon fontos, hiszen nagyon sokan vagyunk úgy többek között én is, hogy számunkra Európa azt jelenti, hogy az Európai Unióban megvalósul az itt élő magyar közösségeknek is a egysége. És nagyon sokszor elmondtuk, hogy mi, magyarok, azt gondoljuk, hogy Európán belül pont azért szükséges nyitottság, és azért szükséges az, hogy itt belül az európai tagállamok között legyen egy nyitottság, ami a határok nyitottságát is jelenti, hogy ez megvalósuljon, ehhez viszont szükséges a külső határokat zárni. És mi ehhez a nyitottság az európai nemzetek közötti nyitottsághoz mindig is hülyek voltunk, mi egy erős Közép-Európát, erős nemzeti kisebbségekkel, erős magyar közösséggel képzeljük el, és ezt az erős magyar közösséget tudja erősíteni ez a kezdeményezés. Ez a kezdeményezés arról szól, hogy aráírásokat gyűjtenek. Na most ez, az aláírás gyűjtés, az mondható el erről itt február végén, hogy ez jó ütemben halad. Ez mit jelent? Azt gondolom hogy ez a jó az azt jelenti, hogy körülbelül 600 ezer aláírás van már meg ebből az egymillióból. Nagyon fontos, hogy az aláírást kéz, papír alapon kézzel is alá lehet írni, illetve elektronikusan is alá lehet írni a jogaink.hu-n minden kedves televízió nézőt. Arra biztatok, hogy amikor megnézte ezt a műsort, ne bízza a véletlenre, és online Két-két és fél perc alatt maximum a jogaink.hu-n 3-4 kattintással alá tudja írni, és ezzel teljes értékeny csatlakozott a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezéshez. Emellett akár a honlapon, akár aktivistákon keresztül találkozhat ezzel a kezdeményezéssel, és papíralapon ezt a kezdeményezést aláírhatja. Továbbá a Magyar Posta bármelyik kirendeltségén ez a kezdeményezés aláírható. És nagyon fontos, hogy április 3-a az utolsó nap, amikor alá lehet írni, és ezt követően arra buzdítunk mindenkit, hogy a Rákóczi Szövetséghez juttassa el. A Rákóczi Szövetség az a össznemzeti civil szervezet, az a közös többszörös, amely Magyarországon ezt az ügyet fölvállalta. Nagyon fontos, és szeretném hangsúlyozni, itt szeretném azt is kiemelni, hogy teljes konszenzussal minden megyei közgyűlösi képviselő, aki jelen volt, megszavazta ezt a határozati javaslatot, mert ez nem pártpolitikai ügy, ez nemzeti ügy, ez egy összmagyar ügy. A határon túli magyar közösségek kérésére támogatjuk a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezést. Nagyon fontosnak tartom itt Szavolcsatvámereg megyében, ahol nagyon sok idős honfitársunk él, hogy azzal, hogy a magyar posta minden, fiókjában ez az ív átvehető és ingyenes válaszpolitikkal visszaküldhető a kezdeményezőknek. Ezzel minden magyarnak megadtuk a lehetőséget, éljen bárhol Magyarországon, hogy ezt a kezdeményezést találja. Mindenkit bozdítok, hogy akár ha találkozik ezzel az ívvel, akkor papír alapon aktivistáinknál, akár a Magyar Posta fiókjaiban, akár online írja alá minél hamarabb, hiszen ezzel Közösen tehetünk hitet a magyar megmaradás mellett és külhoni magyar közösségek jogai mellett. Köszönöm szépen, hogy bejött és elmondta ezeket az információkat. Én úgy gondolom, hogy április hónapban bizonyára fogunk még erről beszélgetni. Én is köszönöm, és mindenkinek nagyon sok erőt kívánok ehhez a munkához. Köszönöm. Köszönöm szépen.